Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolat, amit tervez. A választ megadja itt ez a kártya. Ő most visszahúzódó. Lehet, hogy nyugalomra van szüksége, vagy meditál valami felett. Az is lehet, hogy fontos döntéseket akar hozni, és most átgondolja a lehetőségeket. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható a mozgás, tehát előre mennek a dolgok, ez az időszak. Amikor ő visszahúzódik, ez nem tart sokáig, hiszen itt lesz egy fordulat, és ő közeledik hozzád. Itt látható a tűz eleme, és az jelenti az ő bátorságát, a lelkesedését, vagy egy szenvedélyes kapcsolatot, keresi a te közelségedet. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt szintén a tűz eleméről van szó, és jelenti ez a kártya az új lehetőségeket. Itt lesznek változások, döntések, lesz egy új irány, egy új út. Itt még egyedül van, útban van hozzád. Itt látható, hogy már együtt vagytok, és ez az új út, ez az új irány, ez lehet egy közös életút. A középső kártya azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható az életerő, de a belső erő is a hit ebben a kapcsolatban. Amit ez a kártya még szimbolizál, ugyanúgy, mint ez a kép, egy új irány, egy új út, egy új lehetőség. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.